dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akar. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk dicsőséget adni neked, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy 2000 évvel ezelőtt elhagytad a menny dicsőségét, és földre jöttél ebbe az embervilágba, amit megrontott, megkeserített és tönkretett a bűn. Köszönjük, Urunk, hogy láttad a mi nyomorúságunkat, láttad a mi elveszett állapotunkat, és láttad azt, hogy az a föld, amire a teremtéskor azt mondta az Úr, hogy igen jó, az akkora már pokollá lett. És köszönjük, hogy ezekben a pokoli körülményekben Te elhoztad a menny dicsőségét, azt a fényességet és világosságot, ami hiányzott, ami nélkül szükölködött az ember élete. Hadd adjunk hálát azért, Urunk, hogy megérkezhettünk karácsony szentestére. És hadd kérjünk téged arra, hogy segíts lélekben is megérkezni. Hogy úgy tudjunk figyelni rád, hogy ismét rácsodálkozzunk a te nagyságodra, a te szeretetedre, a te jóságodra, ami elkísért egész éven át bennünket. Köszönjük mindazokat, akiket elhoztál ma este. Áldott légy azokért, akiket hazahoztál a távolból, a családjaikhoz. Legyen áldott a te neved, hogy te őriztél bennünket. És köszönjük, hogy ma is van szabad hozzánk, és szeretnéd, hogy úgy ünnepeljünk téged, mint akik valóban felismertük benned a mennyi és föld urát. Áldott légy azért, hogy kész vagy közénk jönni. Segíts, Urunk, hogy befogadói legyünk a te szavadnak, a te ajándékodnak, és te magadnak. Légy itt, kérünk közöttünk, hogy meglássuk, milyen nagy szeretet volt az, amely értünk adta önmagát. Szólíts meg bennünket, hogy ne távozunk innen üresen, hanem a te igéd és lelked újjá teremtsen. Isten igéjét a Máté evangéliuma első részéből olvasom, a 18. verstől a 25. versig. Isten igéjét és annak üzenetét leülő és figyelmet. A Máté evangéliuma első részéből a 18. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét a bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Íme a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, karácsony szenteste. Mindazokat, akik távolról és közelről érkeztek, hálásak lehetünk Istennek azért, hogy megérkeztünk. És olyan jó lenne valóban lélekben is megérkezni, és meglátni azt, hogy milyen öröm van otthon, amikor valaki igaz szívvel tud ünnepelni. Talán az elmúlt éven, az elmúlt hónapokban, napokban nagyon sokszor elhangzott a szánkból az a szó, hogy szükséges, vagy fontos, vagy kell, vagy muszáj. És amire ezt kimondtuk, az határozta meg a napjainkat, terveinket, úgy osztottuk be az időnket, a pénzünket, úgy rendeztük a dolgainkat, mert az kell. Mert arra szükség van. Amit be akartunk szerezni, azért felmentünk oda, ahol beszerezhető. Amit meg akartunk tenni, azt igyekeztünk megtenni, mert az is kell, és az is fontos, hogy mire elérkezik az ünnep, a körülményeinket, az élethelyzetünket, az otthonainkat, a dolgainkat úgy rendezzük, hogy az jó legyen. Abban jól érezzük magunkat. Szeretnénk szépé tenni, a megszokottól szebbé tenni ilyenkor a környezetünket. Mert szeretnénk jól érezni magunkat. És ezzel nincsen semmi baj. Így vagyunk megteremtve. És talán miközben így gondolkodtunk, vagy sikerült, vagy nem megoldani mindazt, amit elterveztünk, és ha mindeközben volt egy kis időnk, akkor talán így lelkiképpen is elgondolkodtunk azokról a dolgokról, amire szükségünk lenne. Ami kell. Ami fontos lenne. És talán miközben így gondolkodtunk, láttuk mindazt, ami hiányzik az életünkből. Hiányzik a családunkból, hiányzik az egymással való kapcsolatunkból, és talán miközben így gondolkodtunk, észrevettük azt, hogy a gonosz mennyi mindent megtesz azért, hogy az, amit kívánunk egymásnak, hogy boldog karácsonyt, abból ne legyen. Igyekezett az ördög is boldogtalanná tenni azt, amit mi szerettünk volna rendbe tenni. És a készülődés mögött, miközben így gondolkodtunk és tervezgettünk, talán egy picit helyet kapott még a félelem is. Mi van, ha nem úgy alakul? Mi van, ha nem sikerül olyanra, amilyenre terveztem? Mi van, ha valami közbe jön? Mi van, ha nem tudom úgy kidíszíteni a dolgokat, ahogy szeretnék? Mit fognak mondani? Testvérek, semmi új nincsen be. Mert ahhoz az ige szakasz, amit felolvastam, abban éppen arról van szó, hogy az első karácsonykor József valami hasonlót élhetett át. Helyet kapott a szívébe a félelem. Elkezdett gondolkodni, hogy van egy jegyesem, akivel még nem voltam, de már gyermeket vár, vajon mit fognak mondani? Azt mondja az ige, nem akarta József megbélyegezni a feleségét, hogy rosszat mondjanak. Nem akarta kitenni az emberek rossz indulatának. Nem akarta kitenni a csípős megjegyzéseknek. És ez a félelem elkezdett dolgozni Józsefben. És József elkezdett tervezni. Csak volt egy apróska gond, hogy a József tervei, a József elképzeléseit, azt már a félelem irányította.
Ott már a félelem volt a tanácsadó. És a félelem mindig rossz tanácsadó. Mindig baj van azokkal a döntésekkel, amit félelemből hozunk meg. Abban nincs se átgondoltság, se bölcsesség, se előrelátás. Ott csak a pillanat hevébe dönt az ember, és József így. Azt mondja József magában, elengedem. Elengedem, inkább nem akarom megbélyegezni. Testvérek, hogyha Isten rábólított volna a József döntésére, akkor ma nem kellene így ülni. És milyen jó, hogy azt, amit látott József maga körül, egy kicsit úgy mérlegelve, azt, amit érzett, azt, amit kigondolt, meg eltervezett, azt Isten egyáltalán nem hagyta jóvá. Ez lehet, hogy József látta a maga szemszögéből a dolgokat, a maga kis félős helyzetéből, de volt valaki, aki egy teljesen más szemszögből látta a dolgokat. És ez volt az Isten. Isten látta ezt az egész embervilágot, és látta, hogy az a hely, amit ő megteremtett, és a teremtéskor Isten kimondta, hogy igen jó. Az a hely egyre élhetetlenebb, és egyre pokolibb lett az ember számára. És látta Isten, hogy ebben a helyzetben az embereknek rengeteg mindenre szüksége lett. És keresik. És vágynak rá. Szüksége van azokra a dolgokra, ami nélkül már nem tud élni. Szüksége van a szeretetre, a figyelemre, az elfogadásra, a törődésre. Szüksége van a békességre. Szüksége van arra, hogy jó kapcsolatban legyen az embertársával, meg az Istennel. És nincsen. Nincsen. Keresik egymáson, de nem tudják egymásnak megadni ezeket a dolgokat. És milyen jó, hogy Isten ezt látta. És milyen jó, hogy Isten nem hunyt szemet ezek felett a dolgok felett. Látta Isten azokat a dolgokat is, amit az ember nem látott. Látta Isten, hogy az ember sok mindenért küszködik, amiről talán meg se tudja fogalmazni, hogy miért kell neki. Látja Isten, hogy nagyon sok mindent feláldozunk olyan dolgokért, amiben aztán belemegyünk. És kezdjük előre. És látta Isten azt is, hogy az ember egyre mélyebbre süllyed ebben a küszködésben. Testvérek, az első karácsony nem volt sokkal külön, mint a most. Az emberek akkor is hajtottak, mentek, kerestek dolgokat, vágytak dolgok után, és sokan úgy tették ezt, hogy azt sem tudták, mit csinálnak. Csak mentek, nem megy más is. És mikor Isten ezeket a dolgokat látta, akkor hozott egy döntést. Úgy gondolom, hogy az a döntés, amit Isten akkor meghozott, az a világtörténelem legnehezebb döntése volt. Isten nem csak a szükséget látta, hanem a megoldást. És látta Isten, hogy a megoldás az emberek keresésére, szükségére, nincstelenségére, küszködésére az lesz, hogy elküldöm közéjük az én fiamat. Az egyetlen. Hogy aki keres, az találjuk. Hogy aki zörget, annak megnyitassuk. Hogy aki kér, az kapjon. És
betöltse az Úr minden szükségünket. És látta Isten, hogy ennek nincs más megoldása. Ha az első karácsonykor Isten úgy dönt, hogy mindenkit elhalmoz pénzzel, egy év múlva meg kellett volna ismételni. Ha úgy dönt Isten, hogy mindenkit egészségessé tesz, akkor az ember vette volna a bátorságot, és eltékozolta volna az egészséget. Ha úgy dönt Isten, hogy mindent megad az embernek, az ember hátradőlt volna, és gondtalanságába megborondult volna. Olyan jó, hogy Isten nem hozott ilyen döntéseket. És van még egy jó dolog. Hogy Isten nem kérdezett meg senkit. Senki embert, hogy mi lenne a megoldás. És hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot, testvérek. Mikor a mi életünk bajban van, mikor a legnyomorultabb és a legszorultabb helyzetben vagyunk, akkor Isten mindig a legjobb döntést hozza. És nem kérdez senkit. De ugyanezt tette Isten az első karácsonykor. Nem tárgyalt senkivel az Isten, hanem a legjobb döntést hozta meg, és azt mondta, hogy menjen el az én fiam. És vigye el az embernek azt, ami nélkül nyomorog, meg szükölködik az élete. Látta Isten, hogy nekünk mindezekre azért van szükségünk. Azért kérjük egymástól, meg várjuk egymástól, és azért nem tudjuk megadni egymásnak, amire igazán szükségünk van. Mert jelen van az életünkben a bűn. És a bűn következtében jelen van a félelem. És ezért félünk nagyon sokszor, elvenni, elkérni és elfogadni Istentől azokat a dolgokat, aminek látjuk a hiányát. De mivel az ember nem ismeri azt, amit az Isten adhat, ezért fél kérni tőle. Testvérek, ma mindenütt szent este van, de nem mindenütt imádkozunk. Sok ember nem meri. Még a pogány ember is tudja, hogy ki született karácsonykor. A más vallású ember is tudja, mi van karácsonykor. De csak nagyon kevés ember mer kérni az Istentől. Mert fél. Fél, mert talán valami olyasmit kap, ami új. Ami nincs benne a képzeletünk. Amivel lehet, hogy elsőre nem tudnám mit kezdeni. Testvérek, Isten nem csak azt látta, hogy el kell küldje az ő fiát, hanem azt is látta, hogy a félelem miatt és mögötte a bűn miatt az ember nem szabad arra, hogy elfogadja ezt a játékot. Olyan jó, hogy amikor Isten látta a világot az első karácsonykor, neki gondja volt Józsefre is. Hogy ott van egy ember, aki fél. Ott van egy ember, aki félelmében rossz döntéseket hoz. Elkezdett kapkodni. Meg akarta oldani a helyzetét, meg a felesége helyzetét. És nem látta, hogy rossz irányba megy. A sok ember között Istennek gondja volt. És ez ma is így. Ma is így. És Isten elküldi az ő követét, és azt mondja Józsefnek, ne félj. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne van, az a Szentlélek munkája. Fiat szülnevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét.
tiédből is, meg a többiekéből is. Ne félj! Testvérek, mikor mi megfogalmazzuk a szükségeinket, hogy mire van szükségünk és mi kell, mi lenne jó. Van egy rossz mondás, amit ilyenkor mellé szoktunk tenni, és ez teljesen rossz irányba visz minket. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy a szükség nagy óra. És tudjátok, hogy mi a baj ezzel? Hogy tényleg a szükség lesz az óra. És azt kezd el parancsolni. Nem te fogod beosztani az időt. Azt fogod mondani valamire, hogy kell, és már mész is, és csinálod. Csak azt fogod mondani, hogy ez muszáj, és könyökig a zsebedbe fogsz nyúlni, és kiüríted a kasszát otthon, mert muszáj. Csak azt fogod mondani, hogy meg kell csinálni, és világgá mész. Mert a szükség lett az Úr. És tudjátok, mit látott Isten? Nem azért teremtettem az embert, hogy a szükség legyen az Ura. Én azért teremtettem embert, mert én vagyok az Úr, nem a szükség. Én Ura akarok lenni az ő szükségének. És Ura akarok lenni mindannak, amit ő szükségében tesz. Hogy ne éljen tégolyó életet. Csak azért, mert a szükség az Úr. Igazat tudunk adni ma Istennek? Testvérek, amikor eljövünk ide, mindegy, hogy ritkán vagy gyakrabban, Isten döntés elé állít. És szeretném megkérdezni tőlünk, Szenteste, hogy ki legyen az Úr. A következő szentestéig, ha megtartja az életünket, ki legyen az Úr? A szükség? Vagy te? Neked a szükség fog parancsolni? Vagy a mindenható Isten? Isten úgy töltötte be a mi szükségleteinket, hogy elküldte az ő fiát, és azt mondja, hogy szabadítót küld. Nem hiánypótlást, mint az állampolgársághoz, meg a kárpótláshoz, hogy visszadobjuk hiánypótlását. Nem. Isten nem az apró hiányosságokat akarja kipótolni. Meg akarja oldani azt a helyzetet, amiben az ember van. És azt mondja Isten, erre a legjobb megoldás, ha szabadítója lesz az embernek. Mert hiába készítek el neki mindent. Hiába akarunk megajándékozni az embert, ha nem szabad arra, hogy elfogadja. Ha meg van kötve a keze, mert a szükség lett az Úr. Ha meg van kötve a lába, a szíve, a füle, és nem hallja, nem érti, és nem fogadja el, amit akarok neki adni, akkor mindegy, mit küldök neki. Azt mondja az Úr, szabadítóra van szüksége. Hogy szabaddá legyen arra, amit azután akarok neki adni, az én fiamban, Jézus Krisztusban. Valakinek szabaddá kell tennie. Hát olyan helyzetbe kerültek, hogy önmagukat már nem tehetik szabaddá. Testvérek, mi nagyon sok erőt tudunk belefektetni abba, amiről úgy gondoljuk, és nagyon sokszor nem megy. És érezzük mi, hogy fogytál van az erőnk. De nem megy. Egy kicsit olyan ez, férfiak talán jobban fogják érteni, mint amikor elindulunk az autóval, és felhúzva marad a kézifékünk. Megy az, ordít a motor, lassan megy, még egy picit gyorsul is, de érezzük, hogy fogy az ereje.
kell valaki, aki leengedi a kéziféket. És olyan, mintha szabaddá lenne olyankor az autónk. Na ilyen az ember. Az Isten nélkül ennyit tudunk. Erőlködünk, küzdködünk, de érezzük, hogy ez nem úgy megy, ahogy mennie kell. Ez lehetne jobb is, és lehetne más is. És ilyenkor megsúgja az ördög, hogy ez nem ezt kell szeretni, nem kell neked más. Jó lesz ez így, de meddig. Még meg nem állnak a koporsok mellett ideje. Isten úgy döntő, hogy nem jó ez így. És ne is maradjunk így. Valakinek szabadtá kell tenni őket. Testvérek, miközben készültünk az ünnepre, megfogalmazódott bennünk, hogy készülök a szabadító ünneplésére. Mi nem a kis Jézuskát ünnepeljük, ő megfelelő, hanem a szabadítót, aki szabaddá teszi az ő népét a bűneitől. Sok minden ezért hiányzik, mert nem vagyunk szabad. Nem azért, mert nincs. Nem azért, mert Isten sajnálja tőlünk. Nem azért, mert Isten nem akarja nekünk adni, hogy spórolna vele az Isten. Nem. Sok mindent azért nem ad meg Isten, mert nem vagyunk rá szabadok. És mert nem vagyunk szabadok, nem tudjuk elkérni és kinyújtani a kezünket érte. Testvérek, sokszor még a szám se szabad. Hiába mondjuk magunkról, vagy mások állítják rólunk, hogy mi olyan szabad szájúak vagyunk. Mi se imádkozunk annyit, amennyit kellene. Talán mert nem szabad a szám. Nem szabad arra, amire szabad kellene, hogy legyen. Hogy kérjünk és adasson. És nem szabadok a kezeink, mert tele van sok mindennel, amiről úgy gondoljuk, hogy ez kell, ez fontos, és nem szabad arra, hogy megnyíljon, és elfogadjuk az Isten ajándékát. És nem szabadok a térdeink. Mert lehet, hogy le kellene borulni az Isten előtt, és elmondani, hogy Uram, ilyen vagy. Ilyen lettem, ilyenné váltam. És ezt tettem magammal, amikor az élet. Nem hajlik a tér, mert nem szabad. És testvérek, így, hogy az embernek nem szabad a keze, a lába, a szája, ettől még mi sokszor látjuk a szükséget. Látjuk. De nem vagyunk szabadok arra, hogy talán azt az egy lépést, ami kellene, azt az egy szót, amit ki kellene mondani, értjük már, hogy miért mondta Isten azt, hogy szabadítót küld. Mert hiába Uram, uramozunk egy életen át. El lehet mondani, hogy ültem minden helyen a templomban. És akkor mi van? Ha nem vagyok szabad arra, hogy elfogadjam az Isten ajándékát. Végigjárhatom a világ összes templomát. Minden nap megfüstölhetnek több minden. Semmit nem élek vele. Ha nem vagyok szabad az Isten ajándékára, azt mondja az Úr, az én szabadító fiamat küldöm. Miért? Az így azt mondja, nevezd nevét Jézusnak, akinek a neve Immanuel, ami azt jelenti, velünk. Sokan mondják ezt, de csak kevés emberül igaz. Sokan szeretnék ezt, de kevés ember szabad arra, hogy az Úrral járjon. Testvér, veled van-e az Isten? Ugye, hogy összerezzen ilyenkor a gyomrom. És még azt is nehéz kimutatni.
akkor már azt kell mondani, hogy hát remélem, akkor már van baj. És amikor azt kell kimondani, hogy nincs, akkor kezdődhet előről a prédikáció félelemre. Nem csak az. Olyan jó lenne ma elmondani, hogy Uram, nekem ma is szabadítóra van szükségem. Hogy szabaddá legyek arra, hogy elfogadjam a te ajándékaidat. Engedjem el a keserűségemet. Engedjem el a sérelmeimet. Engedjem el azokat a dolgokat, amik megkötöznek engem, és nem engednek oda. Engedjem el az önfejűségemet, a büszkeségemet. Azokat a céljaimat, amik eddig sem vittek sehova, és eddig sem láttam az értelmét. És szabaddá legyek arra, amit te akarsz nekem adni. Szabad emberekként ülünk itt, testvérek. Mert ha igen, akkor ma lehet hála a szívünkbe azért, hogy van szabadító. De ha nem, jövőre még több díszt kell venni. Még jobban fel kell díszíteni az otthonainkat, hogy valami elvegye a figyelmünket arról, ami nincs. És ha nem tudok örvendezni az Isten szabadításának, legalább 3 napig örüljek a karácsonyfa díszének. Olcsó, igaz. Isten ettől többet ad. Olyan jó lenne Józseffel együtt úgy felébredni, amit az ige ír róla. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, ahogy az Úr megmutatta. Olyan jó lenne felébredni. És nem lenne baj, testvérek, ha úgy kezdődne a következő év, hogy vannak dolgok, amiben már nem fogunk tévejegni, nem fogunk szédelni. Nem fogok hajszolni dolgokat, amire meg se tudom mondani, hogy miért csinálom. Sokan elmondták az elmúlt napokban, hogy jól lenne már megnyugodni. Itt a lehetőség. Nem semmi tevésre hív Isten, hanem egy olyan szabad életre, amiben meg tudok szólalni, le tudok borulni, és el tudom fogadni az Isten ajándékát. Így érdemes ünnepelni. Egyébként nem. Egyébként műsor lesz az egész. Amit magunknak állítunk össze, és magunknak játszunk le. És vagy valami tapsol a végén, vagy nincs. Isten olyasmit készítette el, amire a legnagyobb szükségünk van. Ha legyen kérdés ez ma este, tiéd az Isten ajándéka. Van-e már szabadító? Amen. Istenünk, hadd adjunk neked hálát azért, hogy mindazt, amit mi látunk, jó vagy rosszul értékelünk, azokat a dolgokat te is látod. És hadd adjunk hálát azokért a dolgokért is, amit mi magunk nem látunk, vagy talán nem is akarunk észrevenni. Vagy ha meglátunk, akkor nem merünk bevallani magunknak. Köszönjük, hogy ezeket is látod. És te belelátsz a mi elménkbe, a mi szívünkbe. Ellátsz az ízek megoszlásáig, és ismersz bennünket. Tudod a mi dolgainkat. Köszönjük, Urunk, hogy ma nem ítéletet tartasz, hanem a te szabadító fiadat, Jézus Krisztust küldött közénk. Hadd legyünk befogadók. Hadd nyíljon meg a szánk, Uram, és ott tudjuk ma este hálálni neked. Talán először, talán újra, hogy Úr Jézus, ma is rád van szüksége. Hogy szabaddá tégy arra, hogy elfogadjam az Isten ajándékait. Uram, könyörülj meg mindazokon, akiknek ez ma nem kell.
akik ma csak a szükséget látják, és talán átkozódnak miatta. Könyörülj meg azokon, Uram, akik próbálják elterelni a saját figyelmüket is arról, ami nélkül nyomorog és szükséget lát az életük. És könyörülj meg, Uram, azokon is, akik tényleg keresnek ma téged, akik szívből vágynak utánad és a te szabadításod után. Akik ma látják, hogy a gonosz újra meg újra elbotlaszt, de te emelsz fel. A gonosz megkísért, de te erősítesz meg. A gonosz meg akar ölni, de te a céledet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy tudhatunk rólad. És arra szeretnénk kérni, hogy ha van ma este olyan, akinek nincs ott a szívében az új élet, akkor ajándékozz meg új élettel. Uram, segíts, hogy általad és benned meggazdagodva tudjunk ünnepet szemlélni itt, és tudjunk majd örvendezni veled az örökké valóságban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön át a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőben. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Kegyelem legyen mindazokra, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Testvérek, a magam, családom és a gyülekezet vezetősége nevében hadd kívánjak mindnyájuk számára békés, Istentől megálló, szabad karácsonyt. És legyünk szabadokká mindarra, amit Isten elkészített számunkra. Isten áldjon mindenre.